Tankcsapda, Kowalski meg a Vega, Hooligans, Brooklyn Bands, Alvin és a Mókusok, Margaret Island, Hősök Live, csak néhány a főhe idei fellépői közül. A május 18-ától 22-ig tartó fesztivál látogatói idén is számos színvonalas program közül választhatnak. Az élő koncertek mellett a hagyományokhoz híven lesznek kulturális és sportesemények is. A 2016-os programsorozat különlegessége, hogy a szervezők egy színdarabbal és egy pszichológiai témájú előadással is gazdagítják a kínálatot. Korábbi évekhez képest most plusz egy helyszínnel bővült a kínálatunk, tehát nyilván azért, mert még több fellépőnk van, összesen ilyen 50-60 fellépővel büszkélkedhet az egyetemi fesztiválunk. Így a programokban is színesebb. Korábbi években nem volt színházi előadás, és semmilyen más tartalmú, kulturális tartalmú előadás, most viszont azt is sikerült elhoznunk. Zöld Szofi címmel lesz egy előadásunk, illetve egy Valóban élsz címmel egy pszichológiai előadásunk a hallgatók részére. A Főhe Fesztivál 1974-es indulása óta a felsőoktatási intézmény legnagyobb rendezvénye, amely minden évben több ezer főiskolai, egyetemi hallgatót, városlakót és vendéget vonz a kampusz területére. Bár a név nem változott a főiskola egyetemmé válása óta, azonban a résztvevők már egy igazi egyetemi buli részesei lehetnek. Az ötnapos program során az egyetem egész területén több helyszínen várják a kikapcsolódni vágyókat, az élő koncerteket négy színpadon élvezhetik a különböző műfajok kedvelői. A fesztivál teljes területére a belépés 18 óráig, minden nap ingyenes. A sportrendezvényekre, a színdarabra és a pszichológiai témájú előadásokra nem kell jegyet váltani, azokat ingyen tekinthetik meg az érdeklődők.